A képviselőjelölt feladatának érzi, hogy a megbeszéléseken felmerült kérdéseken dolgozzanak a későbbiekben. Véleménye szerint felelősségteljesen kell az igényeket kezelni, és az eredményeket is át kell beszélni. Hát nagyon fontos a lakossággal találkozni, mindenképp az igényfelmérés, hogy mik a problémák, lehet, hogy nem mindent látunk jól, lehet, hogy a lakóknak más igénye van, mint amit mi a saját szemünkkel látunk, azon kívül az előző időszakról is, én képviselő vagyok 5 éve itt, és arról is el kell számolni, és ha van kérdés, hogy miért nem történt, már tudunk válaszolni, ez egy direkt kapcsolat, ami nagyon fontos számunkra. A fórum szervezője megemlítette a nagyobb hiányosságokat is, amik jelenleg a városrészt érintik. Tervei ezeknek a megoldására épülnek, valamint hogy a szekszárdiakkal együtt közösen fejleszte a várost. Sajnos ebben a választókerületben nagyon rosszak az utak, nagyon sok víz van, dombvidéken vagyunk, ide folyik le a víz mindenhonnan, a vízelvezetők rossz állapotúak, járdák hiányosak, nincsenek járdák, csak egyáltalán nem úgy rossz a járda, egyáltalán nincs járda, a fő problémát ez okozza. A képviselőjelöltnek komoly elhatározásai vannak ezeknek a javításával kapcsolatban. Mindenképp ezeknek a javítása, korrigálása, ahol kell, oda újat kell építeni, ahol javítani kell, ott javítani kell, a vízelvezetőket nagyrészt karban tartani kell, de kell építgetni is őket, átépíteni, vannak különféle műtárgyak, amik nem jól funkcionálnak, ezeket a hibákat ki kellene javítani, és az utakat meg kellene javítani, ami a TOP Plus pályázatból talán sikerül nagy részét, de az összeset nem egyelőre, tehát nagyon sok a kérdés, 40 utcát tettem be a TOP Plus programba a választókerületből, ebből a 40 utcából nem fér bele mind az első ütembe, és nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz a második, harmadik ütemre az elég, ugye ezek pénz egy korlátozott, tehát 1,9 milliárd forint az első üteme a TOP Plusnak, és 3,6 milliárd forint a második, ami a megyével közösen van. A sikerek eléréséhez együttműködésre van szükség a jelöltek és a szekszárdiak között, ez az esemény pedig igyekezett ennek ajtót nyitni.